Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szentmisén áldották meg az idén is útnak induló jászapáti zarándokokat. 2016 óta a hetedik alkalommal szervezik meg a jászsági zarándoklatot, melynek résztvevői június 6-án reggel indultak Jászapátiból, hogy a 88 kilométeres túra segítségével testi felüdülést és lelki megnyugvást találjanak a Mátra-Verebély-Szentkúti nemzeti kegyhelyen. A Jászapátiról induló csoport a Kisboldogasszony templomban gyülekezett, majd szelte át a várost erős tempót diktálva, énekelve, a kereszteknél és az egyházi emlékműveknél megmegállva. Zarándokolni nem más, mint érezni a meghívást és a késztetést, hogy járjunk együtt az úton kérve az Úrtól a kegyelmet, hogy a régi és a mostani sérelmeinket és bizalmatlanságainkat változtassa új lehetőségekké a közösség érdekében. Azt jelenti elszakadni a bizonyosságainktól és a kényelmünktől, írja egyhelyütt Ferenc pápa.